Sziasztok, szép napot kívánunk mindenkinek! Blake Crouch Gén Csapda című regényét olvastuk közösen novemberben, és velünk olvasott ebben a hónapban dr. Csányi Vilmos. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást erre a novemberi alkalomra. Én egy nagyon egyszerű kérdéssel szeretnék csak indítani. Hogy tetszett önnek a regény ábrázolt világa? Hát a science fictiontől az ember két dolgot vár el. Az egyik, hogy egy fordulatos történet cselekmény legyen, hogy érdemes legyen elolvasni. Ennek teljes mértékben megfelel, tehát fordulatos cselekmény van benne. A másik, hogy legyen egy olyan probléma, ami a tudomány határain belül van, de még nincs megoldva, de meg lehet oldani. Tehát ne legyenek benne csodák, mert azt nem szeretjük, akkor az mese, ha csodák vannak benne. És ne legyenek blödségek benne, például, hogy a rizs átalakítást sáskákkal csinálják. Ugye a sáska megeszi a rizst, és akkor a magukat nem tudom, hogy hogyan növeszt a mutálódott rizs, mert az elpusztul az év végén. Ez már a könyvről szól. Tehát ne legyenek benne blödségek, ez nagyon fontos. Ennek nem annyira felel meg, majd erre nyilván kitérünk. Azt mondta talán az Arthur C. Clarke, hogy egy megfelelően kimunkált technológiai vívmány az alig-alig különböztethető meg a varázslattól. Ez a megfelelően kimunkált, bocsánatot kérek, van egy kiváló amerikai science fiction író, aki Stanley Robinson, akinek a egyik könyve most hirtelen azt hiszem a jövő minisztériumban? Nem, 2100... 312. 312, talán az, ami arról szól, hogy egy űrhajót küldenek egy adott csillaghoz, adott bolygóhoz, és az út az 200 évig tart. Ugye, tehát a realitás határai belül nem oda repülnek, és akkor ott jönnek a kis ítik, és ebből áll a történet, hanem az egy küzdelmes út, amiben több generáción keresztül az ember érzi, hogy ezek elvben megoldható problémák, és nagyon kíváncsi arra, hogy hogyan oldják meg, és akkor ezt megkapja. Aztán visszajönnek, ami már nem annyira sikerül, de lényeg az, hogy tehát a technikai vagy tudományos problémát azt ne egy pillanat alatt oldják meg, mert akkor... Mert az nem így működik egyébként akkor sem. Akkor mese, hanem az érdekel, hogy hogyan. Nekem egyébként az említett akciódús felszín alatt a regénynek egy ilyen nagyon jellemző motívuma volt tulajdonképpen az ember kihalástól való félelme, hiszen gyakorlatilag ez a mozgató rúgója a cselekménynek. Én úgy látom, hogy az emberiség, mintha az egész történelme során mindig, minden cselekedetében valamelyest valamilyen generációban átívő félelem irányította volna. Ezt ez egy jó gondolat? Vagy jó irányba tapogatózom? Természetesen jó. Ha az ember megnéz egy Afrika filmet, akkor ott látja, hogy mondjuk a gazellák legelnek, de folyton így néznek jobbra-balra. Nézik, hogy nem jön-e valamilyen ragadozó, gyakorlatilag állandóan félnek. De egyszer a kollégáimmal csináltunk egy felvételt, ahol egy ilyen vidéki falatozóba, ahol ilyen állványoknál falatoztak az emberek, kiderült, hogy akik nem beszélgetnek, azok is így időnként nem olyan sűrű, mint a gazellák, de időnként mindenkinek ez egy emlős örökség. Tehát az a félelem, hogy valami történik velem, vagy a családommal, vagy az emberiséggel, az egy genetikai adottság, és ez nem kis mértékben függ a reális veszélyektől. Tehát gyakorlatilag ezek mondhatjuk azt, hogy az ember által saját magának generált veszélyek? Hát mondjuk a modern időkben azt mondjuk, hogy a média által és a diktatórikus rendszerek által generált veszélyek. Tehát ugye a modern társadalmakban kétféle szerkezetet lehet nagyjából megfigyelni. Az egyik, amelyik a vezetők sármajára és kedvességére is valamiféle
egy felső szintű demokráciára alapozódnak, tehát az emberek szívesen vesznek benne részt, mondjuk Finnország ilyen kedves hölgy, miniszterelnök, és aztán a többség az pedig valamilyen diktatúra, vagy szélsőségesen erőszakos, tehát fegyverrel, hadsereggel fenntartott rend, vagy pedig média által veszélyt generálunk is, a nagyvezető majd megment bennünket, vagy valami hasonló. A lényeg az, hogy dominanciával uralják a társadalmi szerkezetet, és ennek természetes következménye a félelem. Valamennyi félelem, amitől aztán mindig várjuk, hogy megmentsenek. Akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez egy közösségszervező elv is, a félelem? Hát bizonyos modern társadalmakban feltétlenül, de még a régiekben is. Tehát fel lehet használni a félelmet közösségszervezésre. De ezt nem tudom én, ugye ősidőkben, amikor a második világháború volt, akkor lehetett látni, hogy amikor a front bejött, és ugye idegen katonák, ez a, hogy is mondjam, ugye ellenállás nem volt, nyilván fegyveresekkel szemben a lakosságnak ragadt köveket és bunkókat, de összetart. Tehát én gyerekkoromban emlékszem, hogy a házunkban, zugomban, ahol laktunk, olyan ős ellenségek, akik utálták egymást, azban a néhány hónapban, amíg az ostrom előtt és utáni idők tartottak, akkor lehetett egymásra számítani, mindenki ki hajlandó volt a másikon segíteni. Ez egy ember tulajdonság, ez nagyon fontos, és működteti a társadalmat. Úgyhogy majd az emberi tulajdonságoknál tartunk, Darwinnek volt a fajok eredetében egy úgynevezett természetes szelekció, vagy természetes kiválasztódás nevű elve, nevezzük így. De ugye most néhány hete 8... Van tulajdonképpen, és ez lett volna a kérdésem, ugye 8 milliárdra lettünk most egy pár héttel ezelőtt a bolygón. Ez a természetes kiválasztódás elve, ez változott egyébként? Akár a orvostudomány fejlődésének, akár bármi egyébnek hála? Egy elv az sohasem változik. A helyzet változik. Ugye a Darwin elve az úgy szól, hogy minél nagyobb a populáció, annál lassabb az evolúció, mert ugye nagy mennyiségű következő generáció van, és kevés a szelekció, csak úgynevezett fenntartó szelekcióval, tehát azok a genotípusok, amelyek többségben vannak, azoknak a fennmaradása észlelhető, és ha valaki külön torszülöttnek születik, vagy valami nagy baj van, ugye az szelektálódik ki. A igazi evolúciós folyamat akkor történik, amikor egy populáció összeomlik, marad néhány egyed, és újra kinő belőlük egy nagyobb populáció, akkor ugye nem azt a statisztikai géneloszlást viszik tovább, ami a első nagy populációban volt, hanem egy másikat, és aztán még számtalan dolog hat arra, hogy milyen géneloszlás lesz, külső ellenségek, ragadozók, éghajlatváltozás, az, hogy új helyre kerülnek. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, amit úgy hívunk, hogy természetes szelekció, annak a részletes tárgyalása az egy vastag könyv. Akkor tegyük fel, hogy összeomlik egy civilizáció, a 8 milliárdból mondjuk tegyük fel marad 500 millió ember. Ez az 500 millió ember, ez a valóban egy újrakezdett, kvázi élet lesz, vagy ők tovább viszik ugyanazokat a generációs történelmi mintákat, amiket mondjuk mi is elkövettünk? Hát ezt többen megírták, nem ebben a könyvben, amiről beszélünk. Egy másik angol írta meg, nagyon érdekes, mert nem, maradj már. Nincs több. Bocsánat. Mi van? Ez a Janka, hogy most legyen szíves, engedjük ki. Mert ehhez van szokva, hogy kiengedjük. Szóval csak egész röviden
arról szól, hogy valamilyen esemény miatt összeomlik a populáció, és ami nekem a legérdekesebbnek tűnt az, hogy ugye úgy omlik össze, hogy egyszerre megszűnik az elektromos áram termelés. Megszűnnek a mobiltelefonok is. Az emberek nem találják a hozzátartozóit. Igen, azt hiszem, hogy tudom, hogy tehát a különböző templomok, meg egyetemek falain cédulák vannak, hogy holnap is jövök ide 12-kor, gyere ide. Mert nem lehet felhívni, és lehet, hogy Angliában van, lehet, hogy Németországban. Tehát ugye szétesik az a fajta kommunikációs kapcsolat, amihez ma hozzászoktunk, és ez okozza a problémát, aztán marad ugye ott is néhány száz millió, és akkor újra kezdődnek vallások, és hát nagyjából olyan középkori szintnek megfelelő kultúrák keletkeznek belőle. Ez megjósolhatatlan, tehát itt mindent el lehet képzelni, és semmit sem lehet bizonyítani. Tehát elvadulhat az emberiség, és kis hordákba él tovább, megtart valamennyi kultúrát, és azokat változtatja. Ugye az, hogy az egész bolygón, ha ilyen 500 millióval számolunk, akkor a különböző kontinenseken mennyi marad, lehet-e közlekedni kontinensek között? Tehát az, hogy a technika mennyire marad meg velünk, kiszámíthatatlan. Ezekről lehetne jó science fiction-öket írni. Reméljük, előbb-utóbb olvashatjuk őket majd. Egy kicsit a génmanipulációnál maradva, ami nyilvánvalóan a regényben azért egy ilyen nagyon nagy lelkűen elnagyolt formában van ábrázolva, de van erre így ebben a formában lehetőség, jelenthet ez bármilyen, akár biológiai, akár kulturális evolúció szempontjából változást, javulást akár? Ahogyan ugye a regény eredeti cím az Upgrade is próbál erre utalni? Hát ez a legnagyobb bajom a regényel, és ugye már a dicséretet elmondtam, a nem tetszésem e körül forog, hogy túl egyszerűnek képzeli a regényíró azt, hogy hogyan lehet az ember genetikáját változtatni. Ez tényleg a mesék birodalmába tartozik. Valami olyat kell elképzelni, hogy abban van a világ kommunikációs rendszere, és akkor valaki feltalál néhány mondatot, amit föltesz az internetre, és ettől az egész világ megváltozik. Ugye ehhez igen nagy fantázia kéne, hogy ezt elhiggyük, és én tudományosan azt tudom mondani, hogy biztosan nem lehet. Tehát nincs az a néhány mondat, ami az egész interneten föltéve az államok szerkezetét, az emberiség kultúráját meg tudná változtatni. Az, hogy egy ember genetikai rendszerében, amiben van egy 20-30 ezer gén, amiből alig ismerünk néhányat, és nem a gének a fontosak, hanem az interakciók. A gén az nem egy passzív olvasata valaminek, hanem az egy aktív, működő ágens, ami a többi génnel együtt valamilyen előre meghatározott módon létrehozza az emberi szervezetet és működteti. Ebben bele lehet avatkozni, lehetnek betegségek, vírusok, himlő, Covid, mindenféle, biztos egy-egy gént meg is lehet változtatni, tehát a szemszínét, vagy valami hasonlót, igen. De ahhoz, hogy egy olyan változást érjünk el, ami a regénybe szerepel, tehát hogy valaki ilyen nagy, szuper erős, szuper gondolkodó, szuper lesz, ehhez nem csak a 25 ezer gént kéne ismerjük, hanem az interakciónak a lehetőségeit. Tehát, hogy is mondjam,
Ez olyan, hogy adnak egy gépet, és én minden alkatrészt megismerek belőle, ettől még nem tudom elképzelni, hogy milyen ilyen gépeket lehet még csinálni, és azokat mire lehet használni. Tehát ugye az emberi tudás az nem arról szól, hogy vannak törvények a világban, ezeket nagyon gyorsan felfedezzük, és használjuk, és akkor majd mi is, mint a jó Isten, teremtünk ezt-azt. Hanem arról szól, hogy vannak kölcsönhatások a világban, tehát a különböző dolgok, elektromos áram, atomok, növények, állatok, bombák csinálnak valamit, és ezt a hatást észleljük, ha tudjuk, leírjuk, és próbáljuk kikövetkeztetni, hogy milyen okozati láncok mentén következett ez be, de azt kikövetkeztetni, hogy mondjuk 100 év múlva milyen okozati láncok maradnak meg és működnek még, ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát az, amit itt ez a derék szerző elképzelt, ez a mesevilága, ebben én nem tudok hinni. Ez az egyik problémám vele, a másik problémám az, hogy mi a fennének. Tehát ha most azt nézem, hogy van egy nálunk sokkal primitívebb intelligencia, ahhoz képest mi egy csodálatos nagy intelligencia vagyunk, és mire mentünk vele? Tehát ha most elképzelem, hogy még 10-szer ekkora lesz, akkor mi lesz? Nem az intelligenciával van a probléma, ez egy mítosz, ugye az ember intelligenciája a vezérlője a folyamatoknak. A intelligencia és a racionalitás az olyan esetekben működik, amikor konkrét célok eléréséről van szó. Tehát el kell kapnom egy nyulat a bokorba, akkor tudok racionálisan viselkedni, látom, hogy hol ment be, sejtem, hogy hol fog kijönni, és azt a követ, amit dobok, hogy eltaláljam a vacsorámat, annak a pályáját nagyjából ki tudom számítani, nem képletekkel, hanem az agya meg képes erre. Ilyen dolgokat tehát meg tudok tenni, de ezek nem törvények, hanem a tapasztalatok, memória és a nagyon rövid időtávra előre tudok megjósolni dolgokat, mert olyan a okozati láncoknak olyan nagy a kombinációs lehetősége, hogy abból én nem tudok választani, mert nincsenek törvények. Tehát nem tudom azt mondani, hogy itt van 6 milliárd ember, ezt mind megismerem, és akkor ki fogom számolni, hogy 1000 év múlva milyen lesz a világ. Ez egy baromság. Ilyen, ez nem science fiction, ennek semmi értelme. Azért nincs értelme, mert nem, hogy is mondjam, olyan nagy az a megvalósulási lehetőségeknek a tere, hogy ha egyet kiszámolok, hogy most ilyen és ilyen szociális változások következnek be, az egy lehetőség, és annak van egy a 1000 milliómodhoz valószínűség, és lehet, hogy minden egész másképp. És ezt elvileg nem lehet megmondani. Tehát nem azért, mert nem tudunk eleget. Eleget nagyon sokat tudunk, de elvileg nem tudunk annyit, és soha nem fogunk tudni annyit, hogy ebből az interakciós térből kiválasztjuk a tényleg megvalósuló eseményt. Az intelligencián maradva nekem egy érdekes részlete volt a könyvnek az, ahogyan a már upgrade-elt főhős az értelmi képességének a túlfejlettségével fordítottan arányossá válik az érzelmei elfolytására, vagy akár teljes kikapcsolására. Alapvetően ilyen jellegű összefüggés van egyébként IQ és EQ között? Ez nevelés kérdése, és erről sok mindent lehet mondani, és egyik sem biztos, hogy igaz.
Tehát az, hogy az emberi érzelmi viszonyai azok hogyan változnak, ez ugye még a fogantatás pillanatától szinte befolyásolják események, amelyeket nem ismerünk. Biztos, hogy van olyan genetikai háttér, amiben ugyanaz a hatás jó, úgynevezett jó eredményre vezet, egy másik genotípusnál rossz eredményre, tehát ha csak azt elemezzük, hogy milyen hatások érnek egy egyént a élete során, ebből nem tudjuk megmondani, hogy miért és hogyan, mert a genetikai és a környezeti hatásoknak a együttese egymás utáni kölcsönhatásoknak a sok lehetőségből megvalósult része az, ami meghatároz bennünket. Tehát ugye mindenkinek van egy élettörténete, most a történetet úgy értem, hogy mindent, nem csak azt, hogy kivel találkozott és mit csinált, mit olvasott, hanem az, hogy az élet mi történt a sejtjeivel, minden, ami az illetővel történik, az a sok baktérium, ami a hasában és a bőrén van, azok mit csináltak, tehát minden, ami egy egyénnel történik, ez a, hogy is mondjam, ez határozza meg, hogy egy adott pillanatban egy kérdésre mit válaszol. Tehát ha azt akarnánk elemezni, hogy miért ezt mondta, és miért nem valami más, akkor az egész történetet kellene nézni. Ez nyilvánvalóan egy reménytelen dolog. Közelítünk is, azt mondjuk, hogy hát ő ezt azért mondta, mert ő, nem tudom én, szereti a természetet, és mindig, amikor állatokról van szó, akkor jókat mond. Hát ez egy nagyon laza dolog, és nem a regényben nem erről van szó, hanem egészen finom rezdülésekről, meg hát az, ugye az író belelovalta magát, hogy a Superman az milyen csodálatos lesz, és csak ránéz valakire, és akkor már tudja, hogy két hete mire gondolt. Ezek megint a mesék tartománya, és nem, ezek nem tetszenek. Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy amit mondjuk akár pszichológiai vagy önsegítő könyvek szarkóznak, ez a mítosz, hogy van abszolút jó, vagy optimális jó, ahogy ugyan is mondtad, hogy viszonylag jó, hogyha ilyet, akkor gyakorlatilag ez nem létezik, ezt mondhatjuk azt, hogy számolunk ezzel a mítosszal. Hát ezek mindig relatív dolgok. Tehát a jó az egy emberi fogalom, ami mindig kulturális környezetben jelenik meg, és egy adott kultúra egészétől függ, hogy mit tekintünk jónak, és mit tekintünk rossznak. És aztán ugye miután a kultúrák már túl nagy populációra terjednek ki, ez aztán lejjebb is megy, hogy kis csoportok mit tekintenek jónak, és mit rossznak. Az is tőlük függ, és hogy egy egyén mit gondol jónak, és mit nem. Az meg az ő történetétől függ. Nyilván nem elválasztható teljesen a nagy kultúrától, de lehet pont az ellenkezője. Tehát az, hogy egy adott kultúrába úgy közelítőleg meghatározzuk, hogy mit tekintünk jónak, az nem biztos, hogy konkrét egyénre is érvényes lesz. Nincs jó és nincs rossz, pontosabban ezek olyan fogalmak, amelyek kulturális eredetűek is, nem valamilyen abszolút meghatározható dolgok. Beszéltünk itt a kultúráról, meg az egyénről, és nem olyan régen olvastam önnel egy interjút, ahogy itt készültem a beszélgetésünkre, ahol volt egy nagyon érdekes gondolata, hogy a közösség az már az egyén mögött másodlagossá vált. És nekem itt a regénynél ez kicsit ilyen metaforikusnak is tűnt, mert mégis valahogy az egyének mindig a közösség érdekébe állítják ezeket a típusú változásokat, vagy kikényszerített változtatásokat. Itt most nem csak a regény világára, hanem a valóságra is gondolván egy kicsit, amikor valaki azt mondja, az egyén, hogy a közösségért végez munkát, akkor az valóban így van, így, hogy tudjuk ezt a bizonyos másodlagosságot, vagy ez inkább valamiféle megalomán elmének az önmosdatása?
nagy szavakat használ, amiket most hosszan kéne elemeznem, hogy én miért nem mondanám ezt. Az ember ugye több millió évig élt kis közösségekben, ezért a genetikájában, a genetikai állományában a közösséghez való tartozás kényszere az benne van. Akkor érzi jól magát valaki, ha egy közösséghez tartozik. Az utolsó néhány ezer évben a közösségek gyakorlatilag a többsége a közösségeknek felszámolódott, ma már ezek a ősi közösségek nincsenek, és a közösség iránti vonzalom és vágy az megvan. Tehát ha valami olyan szociális konstrukcióval találkozunk, ami egy kicsit is hasonlít egy közösségre, akkor azt hajlandó vagyunk ideig, óráig elfogadni, és azt gondolni, hogy na ez egy közösség. Tehát mondok egy példát, belépünk egy vállalathoz, és ott néhány kedves ember fogad, hogy itt az íróasztal, itt a kompjúzer, itt fog majd velünk dolgozni, de menjünk, ígyunk egy kávét. Egy óra alatt úgy érzi az ember, hogy jó helyen van, ezek lesznek a barátai, munkatársai, kedves emberek, végre találtam egy jó közösséget. Közben ő egy fizetett alkalmazott, akit másnap vagy egy hét múlva kirúgnak, mert nem jó végezte a munkáját. Ugye egy közösségbe születik az ember, egy igazi közösségbe, akkor nem rúgják ki, akkor se, ha nem jó végzi a munkáját. Ebben a közösség másról szól, a közösség nem valamiért dolgozik, valamit akar elérni. A közösség élni akar, ez a maximum. És mindenki, aki a közösség tagja, az a saját érdekeit, a közösség érdekei mögé szorítja. Modern időkben ilyen szervezet, amiben ha valaki a saját érdekeit, a közösség érdekei mögé teszi, nincsen. Érdekek vannak, és felhasználjuk a közösség fogalmát arra, hogy olyan emberek, akik ki vannak éhezve arra, hogy közösséghez tartoznak, hogy azt mondjuk, hogy gyere hozzánk, itt egy nagy közösség, csak be kell állnod és azt mondanod, amit mi, és akkor már itt leszel, és a mi tagunk vagy, és mi mindent megteszünk, érted? Mindaddig, amíg a mi érdekünk ezt szolgálja, nem, akkor majd ott maradsz, hát akkor pesjed volt. Itt a közösségnél maradva egy kicsit, még ugye Blake Crouch regényében maga az egész génmódosítás, az egy vírus variánson keresztül történik. Én ezt próbáltam úgy értelmezni, mintha egy metafora lenne arra vonatkozóan, hogy egy vírus vagy egy vírus helyzet, akár mondjuk az embereken vagy az emberi közösségen hogy tud változtatni. Így, hogy most már hát még benne vagyunk, de már a Covid időszakon viszonylag túl, tapasztaltan egyébként olyan jellegű változásokat, amik a vírus helyzet miatt teljes közösséget érintettek? Nincsenek közösség, könyörgöm. Szervezetek vannak, tisztázzuk ezt, mert ez egy nagyon fontos fogalom. Ugye a szervezet az egy olyan szociális struktúra, amelynek valamilyen célja van, és valaki megmondja, hogy ennek a szervezetnek hogyan kell működni, és a célt hogyan lehet elérni. És aki belép a szervezetbe, annak megmondják, hogy öreg, neked az a dolgod, hogy fogjad ezt a kompjútert, vagy ezt az ásót, vagy ezt a karabét, és ezt kell csinálni, és majd mindig megmondjuk, hogy mikor. Ez egy szervezet. Ezek lehetnek nagyon jók, meg lehetnek nagyon rosszak. Tehát lehet olyan, ahol nagyon kemény katonás, ugye egy katonai szervezetben nincs visszabeszélés, csinálni kell, amit mondanak. Egy jó vállalatnál meg ügyekeznek úgy csinálni, mintha ők egy közösség lennének, és ők együtt mindenki beleszólhat. Aztán persze úgyis az lesz, amit a vezető mond, mert ez a beleszólási jog, ez csak a közösség érzetet van hivatva felkelteni. Ezek szervezetek. Még egyszer hangsúlyozom, akit fizetnek, az egy szervezet tagja. Aki egy ideológia alapján tartozik valahoz,
az egy bizonyos szálon van egy közösségben. Ugye egy közösségben nem csak ideológia van, hogy mi vagyunk a nagy kaguár gyermekei, és majd a mennybe menünk halálunk után, hanem együtt élünk, együtt alszunk, együtt eszünk, együtt szerezzük az élelmet, együtt harcolunk az ellenségeink, együtt döntjük el, hogy kivel és hogyan kereskedünk. Tehát a valódi közösségben együtt vagyok a közösség tagjaival mindenben. Az, hogy most ebből egy szállat kiragadok, és azt mondom, hogy én is azt gondolom, hogy legyen japán-magyar határ, ez nagyon jól hangzik, és de mit csinálsz egész nap? Kikkel vagy együtt egész nap? Hogyan szerzitek a ennivalótokat? Kit tartotok ellenségnek? Mi van a családotokkal? Ezek mind különböző dolgok. Délután 5-től 6-ig, amíg ott vagyok ebben az ideológiai szervezetben, akkor azt mondom, hogy közösség magyar-japán határt, mert attól azt érzem, hogy most a közösségben vagyok. De ez megtévesztő dolog, mert a közösség ennél sokkal több. Jó az, ha valaki, tehát annak pozitív hatása van, hogy valaki egy ideológiához vagy egy valláshoz, egy vallást az egyszerű. Tehát ha egy vallásnak a közösségéhez tartozom, és elhiszem, amit a vallás tanítása mond, az egy nagyon jó érzés, mert akkor megvan oldva számomra az élet nagy problémája, az, hogy mi a fennének vagyok én, meg minek az emberiség. Bocsánat. De ugye ahhoz, hogy igazi közösség legyen, a vallási közösség is, kellene, hogy együtt legyünk. Ugye nem csak vasárnap elmenni, meghallgatni a misét, és nem biztos, hogy egyet érteni vele, hanem csak bólogatni és kereszteket vetni, hanem bizonyítani, hogy mindent elhiszek, és együtt élek a közösségemmel. Az ősi keresztény közösségekben nem voltak vagyoni különbségek, nem azt mondták, hogy nincs vagyoni különbség, mindenki minden, ami a miénk. Aztán amikor jött kiderült, hogy a rómaiakat úgy nem lehet megkeresztelni majd, hogy a palotákat és a vagyont szétozták a szegényeknek, ezért hát aztán feladták ezt a nemes eszmét, hogy vagyontalanság kell a kereszténységhez, és úgy gondolták, hogy egy kis hatalom és cserébe ezt még megoldjuk, attól még te legyél jó, higgyél Istenbe, és majd a mennyországban minden megoldódik. Ez, ha ebben valaki hisz, az nagyon jó dolog, akkor elégedett, nyugodt, csak tudományosan ez nem közösség. Egyébként most akkor nagyon hipotetikus lesz a kérdés, de létezik ehhez a típusú közösséghez visszatérés? Az ember számára? Vagy ez már nagyon a jósat kategória? Hát vannak ilyen titkos vallások és közösségek, amelyekről lehet tudni, hogy van belső életük is, ott igazi, tehát vagyon megosztás és szeretet és igazi közösségi feltétel közt élnek, de kijárnak a világba dolgozni. Vannak ilyen titkos vallások. Lehet, tehát az emberben benne van a készség, hogy közösségeket csináljon, ha mondjuk az következne be, amit az előbb mondott, hogy már csak 500 millió ember van, azért az nagyon sok, azok valószínűleg nagyobb szervezeteket csinálnának. Tehát én azt képzelem, hogyha ilyen világkatasztrófa lenne, akkor ha kis izolált csoportok maradnak, néhány tíz vagy száz emberrel, azokból lehetnek megint igazi közösségek. És aztán az kérdés, hogy a kultúra
fennmaradását régen az öregek biztosították, mert ők emlékeztek arra, hogy milyen problémákat hogyan lehetett megoldani, ha volt az ő életükben ilyen. Ha elveszítjük a memória rögzítő eszközöket, tehát nem lesz villany, nem lesz komputer, nem lesz mobiltelefon, és nem veszítjük el az írást, akkor ugye középen megállunk, mert az írás segítségével, kérdés, hogy kiadja a papírt, és honnan lesz papír, ugye, mert ez egy nagyon szép történet, hogy 50 évig találunk el egy papírt, amire írjuk azt, amire szükségünk van, aztán elkezd rohadni a papír, elpenészedik, és nincs papír, és nem tudunk csinálni, mert amit csinálunk, az nem olyan, amilyennek kéne lenni, mert senki nem találja a leírását annak, hogy egy jó papírt hogyan lehet csinálni, mert azért az sok száz év eredménye. Tehát valószínűleg az első periódusban nagy a valószínűsége annak, hogy a megszokott találmányok, az, hogy írunk, beszédet rögzítünk, képet rögzítünk, az néhány évtizedig lenne velünk, aztán valószínűleg eltűnne. Ha nem tűnik el, akkor gyorsan jönnének létre új kultúrák. A kérdés az, hogy az információ rögzítést meg tudják-e őrizni, mert hiszen az egész kultúránk azon alapszik, hogy valaki tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni, hogyan kell megjavítani, milyen alkatrészei vannak, azt kicsinálja, és az is tudja, hogy hogyan kell csinálni. Tehát ugye ez egy nagyon dolog. Én mindig szoktam egy példát emlegetni, hogy itt van egy karóra, és hogyha jönne egy ilyen Siriusról származó IT, akkor mondanánk, hogy na, ezt mit csináltuk, és akkor ő egy gyakorlatias IT lenne, és azt mondaná, jó, akkor fogjuk össze 100 embert, rakjuk ki a Margit-szigetre, és mondjuk nekik, hogy itt az az óra, és amikor még egyet csinálnak, akkor jöhetnek haza. Mi lenne? Ugye nyilván nem tudnának órát csinálni. És ha az ember végig gondolja, hogy mi kellene ahhoz, hogy 100 vagy 1000 ember elkészítsen egy ilyen órát, ugye az a pontos leírása kellene annak a technikának, aminek a végén eszterg a gépek, esztergálják a órafedelet, műanyag öntvények a műanyag tetejét, és valahogy ott kezdődik, hogy rakjál tüzet, és a kék kövekből, meg a zöldekből próbáljál rezet előállítani, hogy aztán mikor lesz ebből fogaskerék, meg egyéb, hát ezt ugye pontosan le lehetne írni, de hát az egész ipart fel kéne nekik újra találni. Tehát ezért reménytelen ez a dolog, mert nem egyes találmányok, egyes emberek műve a kultúra, hanem az egy egész, egy olyan, mint egy szervezet, ugyanolyan, mint az emberi szervezet. Végig kellene újra, ki kellene fejleszteni a kultúrát. Ezért nem értek egyet ezzel a derékíróval, aki ezt írta, mert azt képzeli, hogy ezt a kultúrát be lehet piszkálni, és akkor úgy változik, ahogy én akarom. Nem lehet. Kifinek egy nagyon kedvelt téma egyébként is ez a típusú technológiai fejlődés, amiről itt is beszélünk, és több író egyébként azt nyilatkozza, hogy a sci-fi azért is kezd egy kicsit meghalni, vagy lassulni az eladások, mert nem tudnak már úgy meríteni ötleteket, amit az elején beszéltünk már. És ezzel kapcsolatban olvastam önne egy másik interjút, amiben azt mondta, hogy ezt most szeretném idézni is, mert nagyon számomra meglepő mondat volt. Libabőrös leszek, ha belegondolok, hogy az utóbbi bő 100 évben, ami evolúciósan egyetlen pillanat, gyökeresen megváltozott az emberiség élete. Gyakorlatilag ez a science fiction, és ez
ez egy folyamatosan gyorsuló, visszafordíthatatlan, egyáltalán ez egy problémás folyamat, vagy ennek törvényszerűen be kell következnie. És most nem az elméleti megoldásokra gondolok, hanem arra, ami gyakorlatilag is keresztül vihető, vagy gyakorlatilag is keresztül vihető. Na, erre hosszabban tudok csak válaszolni. Nem baj. Én most azzal foglalkozom, hogy rájöttem arra, hogy a evolúciós tanú viselkedés evolúciójával foglalkozó tudományban senki nem fordított figyelmet arra, hogy a képzelet evolúciója az létezik-e, és ha igen, akkor szerepet játszik-e a kultúrák és az emberiség működésében. És én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, és igazából az állatvilágból való kiválásunkat azt teremtette meg, hogy a nyelv segítségével a képzeletet tudunk kialakítani. Ugye, amikor van még csak primitív a nyelv, még csak néhány száz vagy néhány tíz szó van, és valakit meg akarok győzni, hogy azt a döglött zebrát be kéne ide a fák közé hozni, mert elviszik a hiénák, és mutogatok, mondom azt a néhány szót, amit ismerek, tehát van egy gondolatom, elképzelem, hogy azt meg fogjuk öten is megcipeljük, és azt akarom, hogy ő is erre gondoljon. Azt, amit én képzelek, azt át tudjon adni. Most ő ugye hallja, hogy én akarok valamit, ő is elképzeli, hogy mi a fennét akarhat. Az a döglő zebra már büdös, biztos valami mást akar. Egyezkedünk, ő is mond valamit, én is mondok valamit, és akkor egy nem túl hosszú folyamatban egyszerre csak rádöbbenünk, hogy én azt képzelem, hogy ő megértette, hogy ezt képzel, és akkor együtt megcsináljuk, vagy nem csináljuk. Na most ez azt jelenti, hogy ebben a folyamatban, amikor a gondolatainkat nyelv segítségével másoknak átadjuk, annak van előnye, vagy az használja ezt az eszközt gyorsabban, hatékonyabban, jobban, akinek szélesebb a képzelet tartománya. Több mindent tud elképzelni, hiszen ki kell találjam, hogy ő mire gondol. Hiába vannak nekem okos nagy gondolataim, az a kérdés, hogy át tudom-e adni, egy-kettő, meg tudom-e érteni, hogy ő ebből mit értett meg, mit tud átvenni. Tehát ugye ebből lehet látni, hogy a képzelet fejlődésének, tehát a lehetőség fejlődésének, minél több dolgot el tudja képzelni, az biztosan nagyon fontos evolúciós jelentősége van. Ez az egyik rész. A másik, ugye elképzelek mindenfélét, de bizonyítanom kell akár magamnak, akár neki, hogy erről van szó. Tehát megjelenik egy olyan kényszer a nagy képzelet mellett, hogy abból a gazdag dologból, amit én el tudok képzelni, abból egy szűk tartomány az, ami van, ami mondjuk az ő fejében lévő gondolat, vagy veszek egy követ, és elképzelek belőle egy szakúcát, amivel majd csontokat lehet törni. Ezt csak akkor tudom megcsinálni, ha elképzelem. Tehát ugye első a képzelet, elképzelem, hogy jó lenne, ha olyan formájú lenne, hogy a kezembe elfér és lenne éle. A bizonyítás az, hogy megcsinálom. Tehát a képzelet széles tartományán belül a lehetséges valamik előállítása, ez az ember számára a legfontosabb, és az állatok ilyet soha nem csinálnak, az állatoktól megkülönböztető jegy. Tehát a képzelet, és mondjuk úgy, hogy a technológia, az, hogy bizonyítok a technológiát, most nagyon szélesen értelmezem, azt is beleértem, hogy megérti valaki, hogy mire gondolok, az is egyfajta technológia, annak is, aki
tanít akár óvodától, egyetemig, az pontosan tudja, hogy a megértetésnek is vannak technikái, tehát az is egy technológiai folyamat, csak annak nem egy tárgya eredménye, hanem valami viselkedés, és ezt lehet tárgyak készítésére is használni. Tehát ez az eszköz áll az ember rendelkezésére, és ugye ennek a, hogy is mondjam, a hatékony tere az a populáció méret függvénye, amiről eddig nem beszéltünk. Tehát ha mi ketten akarjuk a világot megváltani, akkor mi nagyon sok jó ötlettel rendelkezünk. Ezeket igyekszünk megérteni, egymás ötleteit nagyon jó. Ha 100-an dobunk be ötleteket, akkor az már sokkal több, mert lesz egy-kettő olyan, amire mi nem is gondoltunk, mert nem értünk hozzá, nem látunk olyat. Na, ott egy jó ötlet. 1 milliónál megint óriási ugrás. 8 milliárdnál most vagyunk megint egy plafonon, ami egy eszméletlen sok ötlet, amik a nagy része baromság, egy másik nagy része mese, megvalósíthatatlan, és egy nagyon kis része, de a 8 milliárd elme által naponta beadagolt rész az olyan hihetetlen nagy teret alkot, amiből a rekombinációk, kombinációk révén születnek a új találmányok. Ha az ember megnézi, hogy 10-20-30 év alatt mennyi új dolog született, akkor egy exponenciális növekedést lát. Ez a populáció növekedés miatt van így. Ezzel mindent megmondtam, nem megyünk előre, iszonyú, hogy a lehetséges dolgokból mi mindent meg tudok valósítani. Ha visszaesünk valami kicsire, akkor kisebbek leszünk a lehetőség. Vilmos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy fogadott minket. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy megint velünk tartottatok. Figyeljétek még az oldalt, mert jövünk majd még egy kinyereményjátékkal is. Sziasztok!